Best for Soil, biofumigáció, gyakorlati információk, előnyök és hátrányok. Hello, a nevem Vincent, és az elmúlt 15 évben biofumigációt kutattam. Ebben a Best for Soil videóban rengeteg információt szerezhetsz a megbetegedések elleni küzdelem módszeréről, amelyet a szóban forgó kémiai fumigáció helyett dolgoztak ki. Tehát mi az a biofumigáció? A biofumigáció olyan speciális zöld használata, amelyek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek a talajba való beszántás után mérgező gázokká alakulnak. Ezek a gázok segíthetnek a talaj eredetű betegségek kezelésében. Valójában a káposztafélék, különösen a mustár és a cirokfajai a biofumigációhoz használt legfontosabb zöld a mustár glukozinolátokat tartalmaz, amelyek az izotiocianátoknak nevezett aktívabb vegyi anyagok csoportjában alakulnak át. Ez a csoport adja a mustár erős, jellegzetes ízét. A cirokfajok tartalmaznak durint, amely hidrogéncianát de alakuló anyag. Ezt a mérgező anyagot kéksavnak is nevezik. A növényfajok mindkét csoportja esetében a fajok toxikus anyagtartalma közötti különbségek nagyok. A biofumigációval kapcsolatos kutatás volt a válasz a metilbromid egy széles körben alkalmazott kémiai füstölőanyag fokozatos megszüntetésére. A kutatások nagy részt az 1990-es években kezdődtek. A biofumigáció hatékonyságához nagyfokú biomassza előállításra, és az adott anyagok magas arányára van szükség. A magas glukozinolát -e tartalmú káposztafélék termesztésekor a növényeket kinnel kell műtrágyázni, mivel a glükozinolát vegyületek sokként tartalmaznak. Szintén fontos, hogy a növényt a fejlődés megfelelő szakaszában forgassuk be a földbe, amely közvetlenül a cirokvirágzás előtt, illetve a mustárvirágzáskor van. A biocid vegyületeknek a talajba történő gyors felszabadulásának elősegítésére a növényeket apróra kell vágni, de még jobb a porítás. Az öntözés különösen fontos, ha a talaj száraz, mivel ezt felgyorsítja a mérgező vegyületek felszabadulását és javítja azok eloszlását a talajban. Ha nem lehet öntözni és a talaj túl száraz, akkor ne forgassuk be a talajba. Annak ellenére, hogy a biofumigálás mérgező anyagok előállításán alapul, ez egy természetes eljárás. Nincs beszámoló arról, hogy ennek a módszernek a hasznos szervezetekre gyakorolt negatív hatásai lennének. Ezért az eljárás széles körben elfogadják, és a biogazdálkodók is alkalmazzák. A biofumigáns növények hatása nem specifikus. Az izotiocianátok és a hidrogéncianid F-ben a talajeredetű betegségek széles skáláját érinti egyidejűleg. A mérgezőgázok felszabadulása mellett a biofumigációs növények ugyanolyan hatásúak, mint a hagyományos zöldtrágya növények. Serkentik a talaj általános mikrobiális aktivitását. Ennek eredményeként csökkennek a talaj eredetű betegségek. Erről további információt a zöldtrágya videókban találsz. A zöldségtermesztők szeretik a biofumigációs zöldtrágyát, mert gyorsabban nőnek, mint a hagyományos zöldtrágya növények. A zöld rágya növények előnyei a talaj eredetű betegségek elleni küzdelmen túl is érzékelhetők. Javítják a talaj szerkezetét, csökkentik az eróziót, tápanyagokat visznek a talajba, javítják a vízelvezetést és csökkentik a nitrátveszteségeket. A biofumigáció több mint 20 éves kutatása ellenére sem terjedt el ez a módszer. Ennek oka lehet a módszer relatív bonyolultsága a vegyszeres fumigációhoz képest. Az igazolt hatásfok szintén alacsonyabbnak tűnik, mint a vegyszereknél. A friss növények beszántásakor keletkező mérgező anyagok mennyisége túl alacsony lehet ahhoz, hogy megsemmisítse azokat a vastag burkú kórokozókat, amely megvédi őket a felszabaduló gázoktól. A mezőgazdasági vetésforgon belül ennek a módszernek a hátránya a beszántáskor felszabaduló nitrogén. Különösen melegebb hőmérsékleten csak néhány vetésforgó képes sikeresen kombinálni a biofumigációs növényt olyan növényel, amely képes felhasználni a többlet nitrogént. Nagyon mennyiségű mérgező anyagot képeznek a biofumigációs növényekből származékos termékek, például sovány készítmények. Ezek a termékek néhány országban kereskedelmi forgalomban kaphatók, ám viszonylag drágák, áruk a vegyszeres oldatokkal versenyzik. Zöldtrágya növényként a zöldtrágya hátrányaival is rendelkezik. A biofomigációs növények a talajeredetű kórokozók vagy gazda gazdanövényei is lehetnek, amelyek megfertőzik a vetésforgóban termesztett főnövényeket. Ilyen esetekben a talajeredetű betegségek csökkenés helyett növekedhetnek. A Best for Soil adatbázisok számos biofumigációs fajt is tartalmaznak, ennek köszönhetően bevonhatod őket a stabil vetésforgó tervezésbe.